Dodgem stúdiójában Hetési Zoltán és Bárdos András. Ezzel elrajtolt vadonatúj műsorunk a Dodgem, ahol három házigazdánk három állandó vendéggel várja a nézőket minden hétköznap este a Sportklub képernyőjén 22 óra 45 perctől. Hetési Zoltán kollégánk nem csak a műsor egyik házigazdája, hanem főszerkesztője is. Az ő fejéből pattant ki ugyanis a Dodgem ötlete. Nekem ez egyfelől álmom, mert nagyon régóta szeretnék egy ilyen típusú műsort csinálni, amit én még Amerikában láttam, mert ez a műfaj szerintem itthon még nem létezik, és kaptam egy megrendelést is az én csatorna menedzseremtől, hogy kéne minden estére élőben valami izgalmasat, valami érdekeset csinálni, és gondoltam a kettőt összerakom, és ez lesz a Dodgem. Érdemes tudni, hogy a műsor hat főszereplőjét hosszas casting sorozat után választotta ki a csatorna. A hiteltelen ember nem ülhet ide sportról vitatkozni, ez egyértelmű. Tehát mindenképpen hiteles arcokat kerestünk a sportvilágából. Onnantól kezdve pedig nagyon szertágazik a kép. Például meglepődve tapasztaltuk, hogy a Somos ikrek még soha nem szerepeltek egy műsorban, egy adásban együtt. Ezt mindenképpen ki akartuk használni. Az intellektus közötti különbséget most elsősorban ez jeleníti meg, hogy a Zoli lesz majd a megfontoltabb, mert ő neki már van szemüveged, de ha én fölteszem a szemüvegem, akkor én is mindjárt ilyen intellektuálisabbnak tűnök, vagy megfontoltabbnak. Nem tudom, nem látom szemüveg nélkül. Szolnár Gyula és Balogh Tamás párosa, ez megint egy érdekes történet, ők a sebesség mámorában, a sebesség lázában élnek, ettől függetlenül ők nem ismerték személyesen egymást. Az első próbafelvétele látszott, hogy ők jó párost fognak alkotni, mert attól függetlenül, hogy az autós motoros világban nagyon közel hozzájuk, érdekes véleményük van minden másról is. Ettől lesz majd jó a mi párosunk, és ettől lesz egy pici feszültség a kettőnk között, hogy nem ismerjük annyira egymást, tehát majd műsor közben kell kiismernünk egymást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is szeretném azt, hogy most a Tamást én jobban megismerjem itt a hétköznapok során a műsor kezdéséig. Pont jó az a néhány gyakorlás, amennyire összejövünk, és majd a műsor közben fog kiderülni, hogy hogyan tudunk együttműködni. Egyébként én első megérzésre azt mondom, hogy nem állt távol egymástól a habitusunk, tehát nem gondolom, hogy probléma lesz ezen. Ugyanezt nem mondhatja el magáról a Somos páros, akik igen jól ismerik egymást ikrek lévén. Na de hogy vitáznak ők a magánéletben? A hang nem némileg konszolidálódott, és ugye a tetlegességig nem fajul általában a dolog, de azért, hogyha úgy egy kicsit úgy elpöccenünk, mert a másik mondjuk belevág a szavunkba, vagy most hallgass már végig, előbb én beszélek, akkor azért vannak ilyen érdekes dolgok, majd meglátjuk, hogy lesz az adásban is. Az András volt az első, akire gondoltunk, hiszen neki a vita kultúrája az talán az országban az egyik legjobb a tévés személyiségek között, és ugye nagyon kevesen tudják, hogy a sportriporterként kezdte, és emiatt áll nagyon közel hozzá a sportvilága, szereti is, és szenvedélyesen tud vitázni. Biztos, hogy a magyar válogatottban is kanadai jégkorongosokat akarsz látni? Én nem azt mondtam, hogy a magyar válogatott álljon kanadai fokusokból, azt mondtam, hogy attól, hogy honosít a magyar válogatott egy-két játékost, hogy a világ sok válogatottja megteszi, ugye? Megteszi. Megteszi. Ebben például az olaszok, akik most feljutottak. Ettől még nem lesz semmi baj, legfeljebb jobb lesz a magyar válogatott, és a magyar gyerekeknek több kedvük lesz hokizni. Én csak ennyit mondtam. A műsorban nem csak vitáznak, hanem játszanak is a szereplőink. Én szinte biztos vagyok, hogy a Barcelonának fog szurkolni majd, mert mi érdekel abban, hogy a Bayern München mindent megnyerjen, ahol majd jövőre edzősködni fog, akkor milyen sikert tud elérni a következő évben? Hát én meg elképzelni sem tudom, hogy kinek fog szurkolni, ugyanis azért ez nem kis dolog, ráadásul rengeteg pénz. Azt a pénzt részben ő költheti majd el. Szóval nem vagyok biztos abban, hogy igazad van. Egy televíziós produkcióban sokakat a műsorvezetők mellett a díszlet kérdése foglalkoztat leginkább. Én is így vagyok ezzel. Nehéz úgy díszletet építeni, hogy az mindenképpen jól nézzen ki a képernyőn. Tehát itt, ha most körbenézel, ez már önmagában szerintem marha jól néz ki. Jók a fények, jó itt ülni, nem? De abszolút. Tehát, kellemes. Hogyha kényelmes benne ülni, jó itt lenni, akkor valószínűleg jól is néz ki. De ez a kettő nem mindig valósul meg. Tehát arra kellett figyelni, hogy jó érzést legyen benne ülni, és majd vitázni és műsort vezetni, de jól is nézzen ki, és szerintem a tervezőnk ezt tökéletesen megoldotta. A Dodgem tehát elstartolt. Minden hétköznap este 22 óra 45 perctől érdemes a Sportklub képernyőire tapadni, hiszen szellemi küzdelmek, őszinte vélemények, nagy ütközések terepe a Dodgem, és vitán felül áll, hogy ez izgalmas.